Fajta Péter közel fél éves kihagyás után már újra versenyekre jelentkezett. Előbb Gyulán győzedelmeskedett, majd Nyíregyházán az elődöntőig menetelt. Ezen a héten pedig Szerbiában játszik. Egyre jobb formában érzi magát, a világranglistán a 250. helyet célozza meg. Az edzője szerint ez a realitás jelenleg. Palágyi Miklós elmondta, hogy ez a hajdúszoboszlói edzés remekül szolgálta a felkészülés végét 2 nappal a szerb torna előtt. Az edzés közben azért a hajdúszoboszlói teniszpalántáknak is lehetőségük volt Fajta Péterrel ütögetni. Erről azt mondta, hogy örül a fiataloknak, és jó érzés velük is játszani egy kicsit, mert ilyenkor ő is és a gyermekek is új impulzust kapnak. Tumbász József, a HSE alelnöke pedig arról beszélt, hogy az egyesület játékosa, Peti nagyon tehetséges, és akár a legjobb 100-ba is bekerülhet, ahogy korábban a HSE kötelékében Bondár Anna és Marozsán Fábián is tette. Fajta Péter közel egy éve a Hajdúszoboszlói Sportegyesület teniszezője, játékosa, profi teniszezője. Viszont azóta sajnos nem csak a teniszről szólt az élete, hiszen közel fél évet ki kellett hagyni egy sérv miatt. Hogyan lehet ezt feldolgozni egy játékosnak, hogy minden nap az lenne a feladata, hogy edzen, küzdjön, versenyezzen, ütögesse az ászokat, vagy ne adj Isten a védhetetlen labdákat is próbálja meg kivédeni. Hogyan lehet ezt a mindennapokban megélni és átértékelni? Nagyjából egy éve igazoltam ide tavaly nyáron, sajnos utána nagyjából rá pár hétre egybe jött is ez a sérülés, ez a kétoldali sportsérv a lágyékomnál. Nagyon nehéz volt ezt feldolgoznom, mert előtte is egy sérülésbe jöttem ki, nagyjából fél évet tudtam egészségesen teniszezni, nyertem is 3 versenyt már, úgy éreztem, hogy ismét formában vagyok, ismét elértem a legjobb ranglistámat, 470. voltam tavaly. Nagyon nehezen diagnosztizálták ezt a sérülésemet, aztán pár hónap után, amikor semmilyen gyógytornával nem javult, akkor döntöttünk úgy, hogy műtét. Ez decemberben meg is lett csinálva ez a műtétem, és hát tényleg nagyon nehéz azért a sportolónak az, hogy a mindennapi élete úgymond teljesen más lesz, teljesen orvosról orvosra jártam, próbáltuk minél hamarabb kiküszöbölni ezt a problémámat, szerencsére sikeres volt a műtétem, és hát tényleg azért fél év az rengeteg kihagyás, úgyhogy idén márciustól kezdtem el újra versenyezni, az elején még éreztem is, hogy nem merem úgy megütni a labdákat, bennem van egy kis félelem, de most már ez teljesen elmúlt az utóbbi pár hétben, úgyhogy remélem, hogy most már sérülésmentesen fogok tudni versenyezni. Azóta 3 tornán is szerepeltél itt Magyarországon, 2-szer Nyíregyházán, 1-szer Gyulán, amelyet meg is nyertél. Milyen formában érzed magad? Mikor nyerheted vissza a sérülés előtti formádat? Azt érzem, hogy most már közeledek ahhoz a formámhoz. Nyilván ezt szeretném a jövőben túl is szárnyalni. Az utóbbi 3 torna már bíztató volt, játsztam egy elődöntőt, egyet meg is nyertem. Úgyhogy most már az önbizalom is kezd visszajönni, az ütéseim is, most már nem is hátráltat semmilyen sérülés. Úgyhogy azt érzem, hogy most már jó formában vagyok, jövő héten is játszom egy tornát Szerbiában, utána pedig még megbeszéljük a stáb tagjaival, hogy hol játszom tovább. Most Hajdúszoboszlóra érkeztetek 2 napra, mi az, amiben itt a te felkészülésedet szolgálja, esetleg a regenerációban tud segíteni, mi az, amiben most szolgálja a szerbiai verseny előtt a hajdúszoboszlói felkészülése a munkádat? Igen, jó volt egy kicsit nem ugyanabban a környezetben edzeni, lejönni, de ugye elég jó hotelben tudunk megszállni, ott masszázsra tudtam menni tegnap, kicsit a wellness-t is megnéztük, hogy milyen, úgyhogy tényleg egy kicsit úgymond regenerálódni is tudtam, egy kicsit kijöttem így a szürke hétköznapokból, itt csináltunk most reggel egy jó edzést, és hétfőn indulunk is tovább, úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni a verseny. És azért a gyermekekkel ütögetni és mindig ad egy kis plusz inspirációt, hiszen a rendkívül fiatal korod ellenére is már példakép vagy az ő szemükben, tehát a hétköznapokban, amikor itt találkozunk a gyerekekkel, ugye kint van a molinótok is, és gyakorlatilag mindenki mondja, hogy figyeli a 3-tok teljesítményét. Ez milyen érzés, hogy azért nyilván a karrieredre koncentrálsz, és minél jobb teljesítményt próbálsz nyújtani, de közben példaképként is kell viselkedned.
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Emlékszem, hogy nem is volt még olyan rég, amikor én is kicsi voltam, és én is üthettem mondjuk Fucsovics Marcival, és én nekem is óriási élmény volt, hogy mondott pár jó szót, pár biztató szót, én is próbálok a gyerekekkel minél jobban kijönni, és szerintem nagyon fontos, hogy lássanak minket, nem csak engem, hanem Annát vagy Fábit is itt a klubban, és lássák az edzést, és lássák, hogy ha keményen dolgoznak, akkor esetleg ők is odaérhetnek, ahova mi. Ilyenkor tudod valamilyen tanáccsal ellátni a gyerekeket? Hát most ilyen rövid idő alatt nehéz, például próbáltam bíztatni őket, egyébként mindenki nagyon ügyes volt, nagyon jól játszanak, ügyesek. Láttam, hogy azért sokan kijöttek, úgyhogy annak örültem, hogy sok gyerek teniszezik, és igazából csak biztatom őket, hogy ne hagyják abba a sportot, mert ez egy nagyon fontos dolog. Kimozdítja a megszokott környezetéből, plusz motivációt ad neki, nagyon lelkes és segítőkész a vezetőség Hajdúszoboszlón, és ez ad neki egy plusz motivációt, és kihasználjuk a lehetőséget, hogy itt vagyunk, a gyerekek, minden, és igen, ezen az úton kell tovább menni. Mi az, amiben a klub tud segíteni Petinek? Bármiben, a klub segítségére bármiben számíthat. Peti, edzőpályák, labda, akár szponzori támogatás, bármilyen tanács, esetleg ugye idősebbek a vezetőségi tagok, élettapasztaltabbak, ilyen szempontból is lehet rájuk számítani. Ugye itt a HSE kötelékének, a tenisz szakosztályának a szakmai vezetője Pataki Márk, és tudjuk, hogy ők is azért szoros kapcsolatot ápolnak. Mi az, amiben ők tudják segíteni egymás munkáját? Ugye Pataki Márkkal személyesen is jó barátok vagyunk, amiben ő tud segíteni. Ugye nekem vannak egyéb elfoglaltságaim is, azaz több játékosom van, és nem mindig tudom Petit elkísérni minden versenyre, és ebben is tudunk Pataki Márk támogatására számítani. Ebben az évben mindenképpen szeretnék visszatérni oda, ahol voltam, ez a 470. kör nyékére, de még előrébb is szeretnék ilyen 400 körül lenni, hogy jövőre reális cél legyen a Grand Slam kvalik, ebben ilyen ATP 250-es ranglistát tűzünk ki célnak szem a következő kettő évben, ami, hogyha nincsen sérülés, akkor reális is lehet, úgyhogy most ezért dolgozunk minden nap. Úgy gondolom, hogy most van abban az állapotban nagyjából, ami sérülés előtt volt, ugye ez egy nagyon hosszú időszak volt mostantól kezdve, hát 9 hónap, 9-10 hónap, ez egy nagyon hosszú időszak. Most vagyunk ott, hogy igazán terhelhető edzéseken is lehet javítani. Igazából minden téren van hova fejlődnie, de az utóbbi időben nagyon sokat javult a mozgása, és ezáltal a védekező játéka is, habár ő egy támadó játékos, de elengedhetetlen, hogy a védekezés is fejlődjön, és ez sokat fejlődött. A szervem, az úgy gondolom, hogy az nagy előnyöm egyébként, az a sosem volt úgy nagyon, nagyon gond, inkább a védekező játékommal, pont amit mondtál, nyesések, ezeken próbálunk fejleszteni. Hogyha én irányítok a meccsen, hogyha támadó szellemben tudok játszani, akkor általában le tudom hozni azokat a meccseket. Eddig nyilván inkább kemény pályán szerettem játszani emiatt, de most már salakon is azért volt jó pár tornagyőzelmem, úgyhogy ebben is tudtam fejlődni, hogy mind a két borításon nagyjából ugyanolyan erőt tudjak képviselni. És ez igazából mindenben mindig lehet fejlődni, nyilván mentálisan is, bírni a sorozatterhelést, a sok utazást, és nyilván mindent megtenni annak érdekében, hogy sérülésmentesen tudjak versenyezni. Nem lehet egy napon említeni a fajta Peti vagy a Fábiának az ütését, a Fábi ütéseit. Mi azért amatőr szinten játszunk, itt a legjobb, aki köztünk, a legjobb játékos is a nyomában, tehát gémet nem tudna csinálni ellenük. Most játszottam, nagyon jó vele játszani, nagyon minden labdát elér. Igyekszik úgy játszani, hogy azért én is nagyjából elérjem, nem üti meg tiszta izomból, mert akkor esély nincsen még nézni se a labdát, nem hogy elérni. Fajta Péter két nap múlva Szerbiában lesz, most viszont két napot itt töltött el Hajdúszoboszlón pénteken és szombaton, hétfőn utazik Szerbiába. Azt mondta, hogy üde színfoltja a felkészülésének ez a két nap. Miért fontos, hogy itt is felkészüljön egy profi teniszező? Minél több helyszínen edz, annál nagyobb a tapasztalat. Mindenütt más a háttér, más a pálya, tehát elvileg minden pályát meg kell neki szokni. Meg nem utolsó szempont, hogy az egy szoboszlói játékos, hozzánk van igazolva már egy éve.
és a helyi gyerekeknek is nagyon nagy élmény, mikor vele játszhatnak, velütögethetnek, vagy akár nézik az edzését, látják, hogy milyen kemény edzés munkát végez ahhoz, hogy egy verseny meg tudja állni a helyét. Mi az, amiben itt a gyerekek fejlődését tudja szolgálni egy ilyen közös edzés? Hát főképp az, amit látnak, amit látják, hogy az edzés munkát hogy végzi, miket csinál az edzésen, meg egy nagyon nagy motiváció, hogy most legutóbb, utolsó három versenyén egyszer egyet nyert, egyszer döntős volt, meg egyszer a nyolcad döntőbe jutott, úgyhogy most megint fölfelé jön a sérülés után a karrier, remélem a csúcsa felé fog most megindulni. Egy kickbox világbajnak milyen tanácsokat tud adni egy profi teniszezőnek? Hát a teniszben igazán túl sokat nem, esetleg abban, ami a mi sportunkból adódik, hogy bármi történik, nem adjuk fel. Tehát az utolsó gémig, az utolsó labdáig, az utolsó pontig küzdeni kell, ha fáj, ha nem fáj, ha esetleg úgy érzem, hogy az ellenfelem jobb, akkor is meg az utolsó leheletemig. Ha sem milyen elvárásokat fogalmaz meg Fajta Péter irányába? Mi nagyon szeretnénk, hogyha ugyanúgy, mint amikor a Fábit legozoltuk, hogy egy-két éven belül a 100 közébe kerüljön most a sérülése után. A játék tudása, az akarata az megvan, úgyhogy bízunk benne, hogy most a Palágyi Mikivel együtt az edzéseken fel tudnak úgy készülni, hogy rendre hozzák az eredményeket majd a versenyeken.